Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió félhatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Július 18-a Frigyes névnapja van. 1956 éve a mai napon Rómában tűzvész pusztított, melyért Néró császár a keresztényeket vádolta, és megkezdte üldöztetésüket. 203 éve meghalt Jane Austen, angol regényírónő, a Büszkeség és balítélet szerzője, valamint 95 éve annak, hogy megjelent Hitler könyve, a Mein Kampf. Most következzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Nem javul a járványügyi helyzet Szerbiában, ismét megközelíti a 400-at az újonnan fertőzöttek száma. Nem csökken a fertőzöttek száma Újvidéken sem, a tartományi egészségügyi titkár szerint a város egészségügyi intézményei megteltek. Tűz ütött ki a nyugat-franciaországi Nantes székesegyházának belsejében szombaton. Folytatódik a változékony időjárás, holnap is lehetnek záporok, zivatarok. Háromszáznyolcvankilenccel emelkedett az új koronavírussal fertőzöttek száma Szerbiában. Az elmúlt 24 órában 9-en haltak meg a betegség szövődményeinek következtében. Kórházban 4776 beteget kezelnek, lélegeztetőgépen 187-en vannak. Az elmúlt nap folyamán 7648 koronavírus tesztet végeztek el az országban. A járvány megjelenése óta pedig 542136-ot. Eddig összesen 20.498 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 461-en pedig elhunytak a betegségben. A halálozási arány 2,25%-os. Mindenki, akinek nincs immunitása a vírus ellen, érzékeny rá, emelte ki Darija Kisić Tepavčević. A Batut Közegészségügyi Intézet igazgatóhelyettese elmondta, jelenleg a kórházban fekvő páciensek mintegy 65%-a 20 és 49 év közötti, és nagy részük férfi. Praktično ne postoji ni jedan region koji je zaštićen, postoji velika fluktuacija građana iz jedne u druge delove. U prethodni par dana otprilike trećina svih potvrđenih slučajeva sa područja grada Beograda. Znamo da je bilo dana i kada je bilo više od polovine. Znači sada imamo i novih žarišta. Međutim, ne trebamo to tako da gledamo jer praktično je čitava naša zemlja sada područje intenzivne žarišne transmisije i na nama je da to zaustavimo. A koronavírus sokkal kegyetlenebb arcát mutatja most, mint tavasszal, véli Violeta Mihajlović Vučinić, a Szerbiai Klinikai Központ tüdőgyógyászati klinikájának igazgatója. Szerbia szerte ugyanis egyre több páciens jelentkezik a COVID rendelőkben enyhébb tünetekkel, amelyek pár napon belül súlyosabb tüdőgyulladást eredményezhetnek. A fertőzöttek száma, mint láthattuk, nem csökken, emellett pedig a betegek sokkal súlyosabb klinikai képpel rendelkeznek, mint tavasszal. És lényegesen több fiatal van a páciensek között. Folyamatosan nő a fertőzöttek száma Krájevóban és környékén. A járványügyi szakemberek úgy vélik, hogy a jelenlegi helyzet igen súlyos, és az elkövetkező napokban sem várható javulás. Dešava da se pacijenti jako dobro osjećaju, imaju samo temperaturu i kada posle 5-6 dana dođu kod lekara, mi na snimcima vidimo obostrane upale pluća. Zaječarban is egyre többen keresik fel a koronavírus tüneteivel és légzési nehézségekkel a COVID rendelőket. A helyi közegészségügyi intézet adatai szerint a városban bizonytalan a járványügyi helyzet, és jóval rosszabb, mint az előző időszakban volt. Boško Nišić, a helyi válságtörzs parancsnoka elmondta, jelenleg olyan eszközökre várnak, amelyekkel Zaječarban is lehetőség lesz a PCR tesztek elvégzésére. Ključna stvar je da što pre po hitnom postupku nabavimo naš aparat koji ćemo ustupiti našem zavodu preko lokalnih samouprava zajedničkim učešćem s razmjernom broju stanovnika u kupovini
kako bi testiranja mogla da se vrše u našem Zavodu za javno zdravlje. Violeta Mihajlović-Vučinić a Szerbiai Klinikai Központ tüdőgyógyászati klinikájának igazgatója. A szerbiai RTV vendégeként elmondta, a koronavírus most sokkal kiszámíthatatlanabb, mint tavasszal. Imate prvih dana, na primer, loše opšte stanje, povišena temperatura, ali nema kašlja, nema nekih ovako signala koji bi ukazivali na pneumoniju. Posle toga padne temperatura, dan dva bude u redu i onda opet krene skok temperature, krene kašalj, krene malaksalost, ona užasna iscrpljujuća i to je tako jedan suv, onako permanentan, persistentan kašalj, čim se takvi neki simptomi pojave. Az igazgató elmondta, mindannyian meglepődtek a vírus viselkedésén, hiszen a legtöbb ilyen jellegű megbetegedés a melegebb hónapokban eltűnik. Violeta Mihajlović-Vučinić hozzátette, a világ még mindig nem tudja, hogyan küzdjön meg ezzel a láthatatlan ellenséggel. Véleménye szerint egyedül a vakcina fog majd segíteni. Nem csökken a fertőzöttek száma Újvidéken sem, sőt a tartományi egészségügyi titkár ma azt mondta, a város egészségügyi intézményei megteltek. Zorán Gojkovics a Pink televízió vendégeként kiemelte, az utóbbi 3-4 hétben egyre több koronavírussal fertőzött szemét regisztrálnak. A Vajdasági Klinikai Központ 4 épületben 5 intenzív egységben fogadja a betegeket. Péterváradon pedig a Katona Kórház is Covid kórház lett. Az újvidékiek nagy része betartja az előírt intézkedéseket, az újonnan fertőzöttek száma azonban egyelőre nem csökken. Az újvidéki emberek többsége betartja az egészségügyi előírásokat. Amikor az utcára lépnek és nem tartható meg a 1,5 méteres távolság, akkor maszkokat használnak. Beltérben, sorban álláskor maszkokat viselnek. Még az autókban is sokan hordják a védőmaszkokat Újvidéken, a tömegközlekedési eszközökön azonban szinte kivétel nélkül mindenki betartja az előírt intézkedéseket. Uzadnye vreme primećujem da ljudi poštuju mere, na početku nije bilo tako, ali verovatno su ljudi bili zbunjeni, znate, znate situaciju od početka. Ima virus, te nema virus, te ovakav je, te onakav je, te i tako. Tako da jednostavno ljudi više ne znaju kako da se postave. A kávézók belterei szinte teljesen üresek voltak szombaton dél körül a tartományi székvárosban. A kerthelyiségekben a vendégek betartják az előírt intézkedéseket. Nincs ez másként a parkokban és a rakparton sem. Do prošlog vikenda svi klubovi su radili 18. rođendan i tako dalje. Mada sad sam primijetila da sve više i više mlađe mojih vršnjaka nosi maske i pridržava se nekih mera. A Péterváradi Katona Kórházat Alexander Vulin védelmi miniszter és Milos Vučević újvidék polgármester is meglátogatta szombaton. A kórház jelenleg 17 pácienst lát el. Mi smo se kao grad trudili, budemo partneri, pomognemo svojima onome što je njima najneophodnije i nastavit ćemo zajedno da radimo na tome da stabilizujemo epidemiološku situaciju u Novom Sadu koja nije jednostavna, koja je poprilično komplikovana i koja će zahtevati mnogo veću disciplinu svih građana. Amennyiben nem figyelünk mindannyian oda és nem tartjuk be az előírásokat, komoly gondok lehetnek, figyelmeztetett a polgármester. A védelmi miniszter szintén felhívta a polgárok figyelmét arra, hogy csak is mi magunk vethetünk véget a fertőzés terjedésének. Mi ćemo uraditi sve što krizni štab od nas traži. Obezbedit ćemo mi još prostora, naši lekari i naše sestre će raditi još više, žrtvovaće i sebe i svoje porodice, ali ništa od toga neće biti dovoljno ako svi mi ne budemo razumeli da smo mi ti koji zaustavljamo COVID i da smo mi ti koji zaustavljamo ovu zarazu. Ne lekari, ne bolnice, ne ustanove, već mi. Hiába figyelmeztettük a polgárokat, hogy szigorúan tartsák be az intézkedéseket, hogy ne kerüljünk abba a helyzetbe, amelyben most vagyunk. Ezt mondta Zorán Gojkovics, amikor közölte, hogy tele vannak az egészségügyi intézmények Újvidéken. A tartományi egészségügyi titkár szerint ismét szigorúbb intézkedéseket kell bevezetni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. A Szabadkai Közkórház fertőző osztályán 63 beteget kezelnek koronavírus fertőzés gyanújával, 4 beteget a kórház intenzív osztályán, 2 lélegeztetőgépre szorulnak. Az elmúlt 24 órában 17 pácienst vizsgáltak meg a Szabadkai Közkórházban koronavírussal való fertőzés gyanúja miatt. Közülük 7 szemét tartottak bent kórházi kezelésre. A kórházban fekvő többi beteg állapota stabil. A Szabadkai Közkórház alkalmazottainak körében nincsenek új megerősített esetek.
tűz ütött ki a nyugat-franciaországi Nantes székesegyházának belsejében szombaton. Hatalmas lángok csaptak ki a fő homlokzat középső ablakán. A helyszínre 60 tűzoltót vezényeltek, és sikerült lokalizálni a tüzet. A tűz keletkezésének körülményeit még vizsgálják, de Pierre Saint ügyész szerint az első jelek szándékosságra utalnak. A Szentpéter és Szentpál székesegyházban legutóbb 1972-ben volt komoly tűz. 13 évi restaurálás után 1985-ben adták át a felújított épületet. Nantes katedrálisa orgonájáról is híres. A gyönyörűen megépített hangszer 400 éves. A lángok az orgona irányából csaptak ki a főhomlokzat középső ablakán, így félő, hogy jelentősen károsodott. Tavaly a párizsi Notre-Dame székesegyháznak, a francia főváros egyik jelképének tetőzetét rombolta le a tűz, és leomlott az épület huszártornya is. 27-es körben folytatódott az uniós csúcs találkozó Brüsszelben. A tagországok állam, illetve kormányfői tegnap kezdték meg a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló hosszú távú uniós költségvetésről és a koronavírus járvány okozta gazdasági és társadalmi károk helyreállítását célzó 750 milliárd eurós pénzügyi csomagról szóló tanácskozásaikat. A tanácskozás legvitatottabb, megosztó és politikai kérdései között egyebek mellett a költségvetés és a helyreállítási alap nagysága, a pénzek jóváhagyásának mechanizmusa, illetve a nettó befizető országoknak járó visszatérítés szerepel. Orbán Viktor pénteken külön csoportban tárgyalt Angela Merkellel és Emmanuel Macronnal. A magyar kormányfő kétoldalú egyeztetést folytatott az Európai Tanács elnökével, Charles Michellel is. Szakértők szerint az EU 7 éves költségvetéséről és a 750 milliárd eurós gazdaság élénkítő hitel csomagról július végén vagy augusztusban születhet megállapodás. 22 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést Magyarországon, ezzel 4315-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Egy beteg meghalt, így az elhunytak száma 596-ra emelkedett, 3222-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 497. Jelenleg 83 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 3-an vannak lélegeztetőgépen. Magyarországon továbbra is érvényben vannak az általános védekezési szabályok. Maszkot kell viselni az üzletekben és a tömegközlekedésben, valamint továbbra sem tartható 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Kosárlabda edzőnek tanul Alekszandar Vučić, szerb államfő. Továbbra is nyitva állnak a templomok a hívek előtt, lesznek misék és istentiszteletek. Kosárlabda edzőnek tanul Alekszandar Vučić. A hírt maga a szerb államfő jelentette be Instagram oldalán, ahová egy képet is feltöltött. A fotón egy mini kosárlabda és az elnök egyetemi indexe látható. Vučić 26 éve diplomázott le a jogi karon, most pedig edzői diplomát szeretne szerezni, hogy a fiatal tehetségekkel foglalkozhasson. Nem hiszik el, milyen szerencsés vagyok, hogy ennyi idő elteltével valóra válhatom gyermekkori álmom, írta Vučić fénykép alá. Továbbra is nyitva állnak a templomok a hívek előtt, azonban a koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedések következtében a miséken, istentiszteleteken résztvevő hívők számát is korlátozni kell. Emellett a templomban is kötelező a szájat, orrot eltakaró maszk viselése, a kéz- és lábfertőtlenítésre szolgáló fertőtlenítőszerek biztosítása, valamint kötelező a másfél méteres távolság betartása. Az intézkedések értelmében a hívek csak a kijelölt helyekre ülhetnek le. Békeköszönéskor nem lehet érintkezni, az áldoztatás is kézbe történik, valamint el kell kerülni a templomon kívüli gyülekezést is, emelte ki Paskó Csaba kelebiai plébános. A templomok nagysága beltere alapján kell meghatározni, hogy hány személy vehet részt a miséken.
Mi például 71 embert le tudunk ültetni, illetve tehát más templomokban is, tehát a 10 főt meg tudjuk haladni. Természetesen nem rendezvényekre vonatkozik, ez kizárólag istentiszteletre, tehát szentmisére vonatkozó rendeletek. Tehát nem fogjuk becsukni a templomainkat. Ellenben ugye kis templomok nagyobb bajban vannak, hiszen ők kevesebb hívőt tudnak fogadni, nagyobb kvadratúrával rendelkező templomok többet, de hát így se tudunk mindenkit leültetni. Nekünk Kelebián az a szerencsénk, hogy van egy óriási nagy karzatunk, illetve még plusz lent a templomtér, tehát ilyen értelemben tudunk több embert befogadni. A koronavírus elleni óvintézkedéseknek megfelelően zajlott a vásárlás a szabadkai tejpiacon szombaton délelőtt. A járvány miatt bevezetett intézkedéseket a vásárlás alatt mindenki betartotta. A vásárlók és az árusok is maszkot viseltek. A tejpiac bejáratánál pedig biztosítva volt a lábfertőtlenítésre szolgáló szivacs is. A vásárlók többsége elégedett az idei zöldség és gyümölcsárakkal. Nagy volt a nyüzsgés szombaton délelőtt a szabadkai tájpiacon. Az árusok és a vásárlók egyaránt betartották a járvány miatt bevezetett intézkedéseket. Kesztyűt és maszkot viseltek. A piac bejáratánál pedig biztosítva volt a lábfertőtlenítésre szolgáló szivacs. A vásárlók igyekeztek arra is figyelni, hogy betartsák a másfél méteres távolságot. Türelmesen kivárták a sorukat, odafigyeltek egymásra. Balázs István is rendszeresen jár vásárolni a tájpiacra. Ilyenkor mindig betartja az ajánlásokat. Maszkot visel és kézfertőtlenítőt is használ. Ha bemegyek bódba, vagy jön velem valaki, vagy látom, hogy nem bírok kikerülni valakit, húzom fel a maszkot, inkább kikerülök. És egyébként itt a piacon miket szokott vásárolni? Megtalálja azokat az árukat, amik a járvány előtt is voltak? Meg, ahova nem látok különbséget. Ami az árukat illeti, semmiből sem volt hiány. Igazán bőséges volt a kínálat szombaton a szabadkai tejpiacon. A rengeteg finom gyümölcs mellett friss zöldségek, húsok és tejtermékek is várták a piacra látogatókat. A járvány további terjedésének megakadályozása érdekében fontos, hogy a piacra érkezők betartsák az intézkedéseket. Viseljenek maszkot, illetve használják a piac bejáratánál lévő lábfertőtlenítőt is. A Hertelendi falvi Varga család már 22 éve foglalkozik zöldségtermesztéssel. A szülőkkel közösen végzett családi vállalkozás eredményeként ma már a kertészet lett a két gyermekes ifjúházas pár fő foglalkozása. A Prosperitáti Alapítványnak köszönhetően sikerült továbbfejleszteni a családi vállalkozást. Ifjabb Varga György szüleivel közösen 1998-ban kezdett foglalkozni kertészettel. Családalapítás után házastársa Krisztina is csatlakozott a munkához. Jelenleg ők az egyedüli zöldségtermesztők Hertelendi falván, akik kimondottan ezzel biztosítják meg két gyermekes családjuknak a megélhetőséget. Én szerettem ezt, akkor elkezdtem foglalkozni, nem voltak ilyen nagy sátorok, voltak, de kisebbek voltak. Skünt a mezőn nyílt kertbe csináltuk, és akkor csak és több kereset volt ebbe a sátorokba, és akkor átmentünk arra, kint nem sok volt, szóval nem van, most nincs sok. És Prosperitáti segítségével megcsináltunk még ezt az ötöt, és van másik kertbe, és van még egy szintén ilyen nagy, úgyhogy van elég, akarat van, egészséges legyen, és azaz. A kertészettel foglalkozó nőnek és édesanyának tennivaló van reggeltől estig. Varga Krisztina válvetve dolgozik férjével, de már kiskorú gyermekeik is szívesen vállalnak feladatot a mindennapos munkában. Jelenleg a megtermett paradicsom és paprika értékesítése a fontos feladat. Vittük a piacra, a Quantra, ahol nagyba álladjuk az árut, vagy most, vagy nem csak most, ugye már egy pár esztendeje, 3-4 üzlet van, aki így többet vesz szintén, úgyhogy keveset megyünk a zöld piacra. Főleg az üzletek vásárolják meg. A két évtized alatt sokban változtak a zöldségtermesztés körülményei. Régebben a gyárban vállalt munkaviszony mellett is lehetett kertészkedni, de voltak nehéz időszakok is, amikor úgy döntöttek, hogy feladják, nyilatkozta a Varga család legkorosabb tagja.
parasztán, de újból hezefogtunk ott. Otthon van szintén 5-en, amint itt ezen a nájlon. Na de ahol az 5-vel nem bírtak ők épp lábolni nekünk a penzió, meg most nekünk nem is kéne utalék, de ők. És akkor ajde próbáltak, hogy ez a prosperitát ebből, hogy lát-e valamit, hogy kapjanak, és hogyha bírnak kapni, akkor maradnak, eláldolgozni, foglalkodni. És ha nem kapták volna, akkor valahol más ment volna dolgozni, vagy elmentem volna ki külföldre. A szülőföldön való boldoguláshoz nyújtott támogatás összetartotta a Varga családot. A hertelendi falviak közül sokan háznál is felkeresik őket, mert bíznak a felkínált termés minőségében. És most az időjárásról. Holnap se hagyjuk otthon az esernyőket, ugyanis többfelé lehet zápor, zivatar. A csúcs hőmérséklet sem idézi a nyarat. A legmelegebb órákban általában 22-24 fokig kúszik majd a hőmérő higanyszála. Hétfőn és kedden átmeneti csapadék szünet jön, és a csúcs hőmérsékletek is 30 fok körül alakulhatnak. Szerdán azonban ismét jönnek a felhők, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. Komoly edzésekkel tartja magát formában a kishegyesi Világos Adrianna. A korosztályos világcsúcs tartó gerelyhajító annak ellenére sem lazít, hogy a koronavírus járvány miatt szinte minden versenye elmaradt. Egyedül a szeptemberre tervezett Balkán bajnokság megtartására van még némi esély, tudtuk meg a kishegyesi lány edzésén. Gőzerővel készül az újabb kihívásokra Világos Adrianna. A kishegyesi gerelyhajító a helyi labdarúgó pályán dobóedzésekkel tartja magát formában. Az idei szerbiai téli kupán elért 68 méter 76 centiméteres dobásával Adrianna világcsúcstartónak számít korosztályában. Az újabb rekordok felállítására azonban most nincs lehetőség. Láttuk, hogy lemondták a versenyeket határozatlan ideig. Hát ez is elég rosszul esett, mert hát nagyon készültem erre is. Szerettem volna megközelíteni az új egyéni csúcsomat, vagy legalábbis egy jó 60 feletti dobást dobni, meg már reméltem, hogy most beindulnak a versenyek. Hát most is folytatjuk az edzéseket. Itt kint a pályán körülbelül heti kétszer-háromszor szoktunk edzeni. A fiatal tehetség édesanyjával készül minden versenyre. Világos Györgyi szerint Adrianna fejlődése évről évre egyre látványosabb. Az U18-as olaszországi Európa-bajnokságra is teljes erőbedobással készültek, amit a koronavírus járvány miatt eltöröltek. Jó hírnek számít viszont, hogy a korosztályos világcsúcstartó lány jobb körülmények között készülhet, mint korábban. Az Atlétikai Szövetségnek köszönhetőleg a dobópályán új tartáncsékot kaptunk, valamint a távolugró gödrünk is elkészült, és a súlylökő és diszkoszdobó körünk is. Így ezzel sokkal több edzést tudunk itt a pályán tartani, valamint kombináljuk továbbra is az otthoni edzéseket is, valamint az iskolatorna termében is tudunk edzeni. Az edző hozzátette, hogy idén még biztosan maradnak az 500 g-os gerejnél. Jövőre azonban már Adrianna a 600 g-os szerrel is kipróbálhatja magát a versenyek. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Nem javul a járványügyi helyzet Szerbiában, ismét megközelíti a 400-at az újonnan fertőzöttek száma. Nem csökken a fertőzöttek száma Újvidéken sem, a tartományi egészségügyi titkár szerint a város egészségügyi intézményei megteltek. Tűz ütött ki a nyugat-franciaországi Nantes székesegyházának belsejében szombaton. Folytatódik a változékony időjárás, holnap is lehetnek záporok, zivatarok. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol műsorainkat, bejátszásainkat is visszanézhetik. Maradjanak továbbra is velünk, szép estét kívánok, viszontlátásra!